kacagás bulvár, könnyeknél a sírás, sok percen át dumálás, amíg a szánk elfárad már. Szószátyár, 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 szószátyár. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, önök Szószátyár című műsorunkat hallják. Mai vendégem Rácz Aladár, vagy az egész szakma ismeri, Ali. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. A titulusodat egy picit nehéz megfogalmazni, mert alapvetően persze zenész vagy, de te ugye előadó művész is vagy, hangszerelő, stúdiós, igen, zeneszerző. Igen. Te minek tartod valójában magadat? Polihisztor. Szerény vagy. Leginkább. De és életművész. Én mikor először hallottam a te nevedet, akkor ez egy olyan beszélgetés során erült föl, hogy figyelj, csak az Alina érdemes dalt csinálni, mert ő tudja ezt jól megoldani. Wow. Akkor mi még nem találkoztunk, én úgy a neved megvolt, meg tudtam, hogy ez énekel nálad, az énekel nálad, ennek készít a dalon. Aztán egyszer csak találkoztunk személyesen, és én meghallottam, hogy te baromi jól énekelsz. Köszönöm szépen. Hogy benned van egy ilyen fajta kettősség, hogy ez két párhuzamos karja, amit építesz, vagy egyik hozta a másikat? Hát tulajdonképpen nem volt céltudatos, de világéletemben zeneszerző szerettem volna lenni, ami részben meg is valósult, most már regisztrált zeneszerző vagyok tulajdonképpen. A másik része a kettősségnek az, hogy én, nekem ugye zenei vénám van, édesapám részéről 250 évig visszamenőleg zenész a család, tehát ez velem született örökség vagy hozadék. Aztán több így kialakult menet közben, tulajdonképpen ennyi. Alapvetően a te hangszered billentyű, ugye? Igen. Vagy játszol máson is? Nem játszom. Apukám nagyon szerette volna, hogyha követem a nyomdokait, és hegedűs leszek, de valamiért a hegedű nem feküdt nekem. Aztán ilyen 6-7 évesen megpróbálkoztam a gitárral. Ugye nem volt a családban zongorista, így módom sem volt arra, hogy zongorát próbáljak, csak messziről láttam zongorát, de viszont a gitár, a hegedű, a klarinét, a brácsa, ezek voltak a családban, illetve a család barátainál, tehát ezeket úgy láttam, meg ki is tudtam volna próbálni őket. Ugye hegedűt azt próbáltam is, említettem, hogy az nem feküdt, aztán a gitár sem annyira, popzenész szerettem volna lenni, függetlenül attól, hogy apukám cigányzenész volt, és azt hiszem 9 vagy 10 éves lehettem, amikor édesapám kapott az egyik budapesti rokontól egy nagyon régi, kiszuperált zongorát. És emlékszem, hogy a busznak a alsó csomagtartójába hozták haza, darabokba szétszedve. És onnastól fogva totál szerelem, beiratott bennünket apukám ugye zeneiskolába, és szépen elkezdtünk tanulni, zongorázni. Én is, és ugye van két öcsém, azt még itt hadd említsem meg, hogy valamilyen oknál fogva, ők szintén nem húros, meg pengetős hangszert választottak, hanem ugyanúgy zongoristák lettek, vagy, illetve hát billentyűs hangszert választottak ők is. De mondhatjuk, hogy akkor egy ilyen családi háttér, egy ilyen indítatással a zene az egy automatikus választás volt. Tehát nem is gondolkodtál azon, hogy te mondjuk akár egy más művészeti ágba próbált ki magad, te tudtad, hogy zenész leszel. Nem volt kérdés, bár én festettem, rajzoltam. Abban is tehetséges vagy egyébként? Hát többek szerint igen. Nagyon sok művet készítettem, ami így szana szét van szólva az ország minden területén, Szél-Urzsa irányába. Grafikáztam, festettem olajjal, vízfestékkel, akrillal, ilyen technikákkal dolgoztam. De ez mondom, ez egy bizonyos ideig tartott, ez ilyen 10 éves időintervallumot fogott, tehát ez az időszakom. Aztán valamiért elhagytam ezt a művészeti ágat, és csak a zene maradt. Te világéletedben meg is tudtál élni a zenéből? Mert azért sok kezdőzenésznél azt halljuk, hogy hát igen, zenéltem, de mellette nem tudom, kőműves voltam, asztalos voltam, ács voltam, igen, bármi voltam. Igen, köszönöm a kérdést.
Természetesen csak a zenéből nem tudtam megélni, ahogy mai napig sem tudnak azok a fajta zenészek, akik vendéglátóiparban zenélnek, szerintem, bár nem tudom. Én szobafestőmászó tapétázónak tanultam, szakmunkásképző intézetbe jártam, szakmunkás bizonyítványom van. Dolgoztam a szakmában, hogy természetesen párhuzamosan egyidejűleg zenéltem is mellette. Volt olyan, hogy csütörtök, péntek, szombat, vasárnap zenéltem a szolnoki tiszaszállóba, de hétfőtől péntekig ugyanúgy festettem mellette. Nem volt egyszerű. Aztán sokszor egyszer csak elengedted az ecsetet. Így van, egyszer csak elengedtem az ecsetet, mert túlságosan fárasztó. Hogy jött ez a vonal, hogy te elkezdtél stúdiózni? Mert nyilván én azt gondolom, hogy a zenész azért a saját dalait, saját szerzőn, saját előadását érzi a legjobban. Azért én nem vagyok zenész, de azt gondolom, mikor valaki másnak kellene hirtelen elkezdeni a dalain, a projektjén dolgozni, az egy olyan új helyzet lenne. Igen. Tulajdonképpen az alap dolog az, hogy az alkotás vágy benne van az emberben. Aki általában egyfajta dologban tehetséges, az másban is tehetséges, tehát nálam is jött hozadékképpen ugye a festészet, a képzőművészet a zene mellett, de ugyanúgy a versírás, sőt, még belekezdtem egy könyvírásban is, az, hogy másoknak zenét szerezni és szöveget írni, az már egy kicsit nehezebb feladat. Tehát oda már kellett egy kis rutin. Ugye a zeneszerzést azt elsősorban saját részre kezdtem el legelőször csinálni. Aztán, mikor lehetőség adódott arra, hogy másoknak is írjak, onnastól fogva, az nekem olyan volt, mint a mélyvíz. Volt egy adott előadó, elmondta, hogy mit szeretne, megterveztük, aztán megcsináltuk. De nincs benned egy ilyen érzés ilyenkor, hogy egyrészt írsz egy barom jó számot, hogy lehet, hogy ezt nekem kéne lekenni. De aztán volt. Egy olyan érzés nincs benned, de mikor volt. Ő elénekli, hogy volt, igen. Lehet, hogy én ezt sokkal jobban meg tudnám csinálni ezt a dalt, jobban elő tudnám adni ezt a dalt. És mégis odaadom másnak. Igen, van is jó néhány ilyen dalom. Ez olyan egy picit, amikor az ember megszül egy gyereket, és akkor azt oda kéne adni valakinek. Mikor felnő. Tehát akár az embernek van egy lánya. De ezt nem felnő, szívesen adod. És nem szívesen adom a lányomat oda egy fiúnak, pedig oda kell adnom. Tehát megvették. Tehát a vőlegény jön és megveszi, mert nem magamnak csináltam. Tehát nem magamnak tartogatom a lányomat. Így vagyok az alkotásokkal is, hogy nem magamnak tartogatom az alkotásaimat, nem magamnak reálom az alkotásaimat, vagy nem magamnak alkotom az alkotásaimat. Meg kellett tanulni elengedni őket. És abból nincs egy rossz érzés benned, te azért egy nagyon jó előadó vagy, tehát most nem fényezve téged, mert ezt aki ismer, az tudja, aki nem ismer, az meg majd most meghallja a dalból, hogy esetleg odaadtad egy nálad gyengébb, egy kutyaütőbb énekesnek, és akkor úgy érzed, hogy úristen, ebből mennyivel többet kihoztam volna, ezt én éneklem. Nem rossz ez? Nem fáj a szíved ilyenkor a dalért? De. Mindenféleképpen. De próbáljuk azért közös erővel a lehető legtökéletesebbre csinálni a művet. Ha már. És aztán egyszer csak fájó szívvel elengedem. És akkor fájó szívvel csak elengedem, így van. No, innen folytatjuk tovább, viszont most tényleg meghallgatjuk, hogy énekelsz, hiszen az is egy igazi élvezet. Milyen dalt hoztam most nekünk? Köszönjük szépen. Egy saját kreálású dalt hoztam, címe Mióta rám néztél. Fogadjátok sok szeretettel. Szóljon hát a dal. Szebb lány, te nálad. Hogyha
Mióta rám üztél, szerelembe ejtettél, rejtettem dolgok a szívem. Mióta rám üztél, szerelembe ejtettél, nem bírom nélküled. Mióta rám üztél, szerelembe ejtettél, rejtettem dolgok a szívem. Mióta rám üztél, szerelembe ejtettél, nem bírom nélküled. Zene után visszatértünk ide a stúdióba, vendégem Rácz Ali, a zenei polihisztor, ahogy önmagát apostrofálta, jó magam Szűcs Balázs vagyok, önök pedig a Szószátyárt hallgatják. Hát...